Azt gondolom. Ja, ezért már 4 éve megy. Ja, nem. Jó van, nem van. Na most én tapsoltam. Az igen. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Szevasztok, srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Pillanat. Mi van? Szóval megjött a Zenefernek a más, New Friend Requestnek a második lemeze, a Lélekgyilkosság. Ezt tartsd már itt, és akkor nem kell oda tenni a izé. Lemez képét, tartsd itt. Igen, szóval elmondanánk, hogy ugye kiraktuk, hogy milyen volt az első, ez nagyon megtisztelő. Igen. Ugyanis az van ugye, hogy itt van ez a borító belső. Igen. Csak nincsen másik fele. Nektek, kéne amit lenne. Kaptok majd, aki rendel, azoknak lesz. Igen. Csak hogy igen. Ez itt el lett nyomva, de állítólag, és hogy mi ebből kaptunk egy első példányt, és rá van írva egyébként, hogy Fülelő Edition 2020, és hogy első példány ott a csücsökbe. Tehát ez az igazi Collectors Edition, és nagyon nem tudunk elég hálásak lenni, nincs elég szív. Így van. Nagyon köszönjük. Próbáltunk, de nincs elég szív, szóval így fog kinézni majd, ha megkapjátok. Zseniális cucc különben. Meg is kaptátok. Így van. Digipak Forever. Én egyébként sokkal jobban szeretem, mint a rendes CD. Persze. Sokkal igényesebb, ha jól megcsinálják. Hát így van, így van. Na de, menjünk rá akkor a lemezre. Menjünk rá a lemezre. Hát... hát kurva jó ez a lemez, bazd meg! És most egyébként úgy tűnik, mintha eladtuk volna magunkat, és le lennénk kenyerezve. Olyat nem csinálunk, de ez a lemez tényleg nagyon jó. Nem így történik. Ugyanis az előző lemezhez képest, igen, meg a magyar idei felhozatalhoz képest, magyar szövegű modern metában ez a Lélekgyilkosság, ez annyira erős. Igen, igen. A Nováék tudtommal stúdióznak, ha idén kijön, csak ők verhetik meg ezt a lemezt. Hát meg jön egy Down for Whatever, meg egy AVS. Jó, az AVS még talán. Tehát az a durva, hogy idén olyan évünk lesz, bazd, és akkor még nem beszéltünk arról, bár az más liga, hogy szeptemberben jön az Omega. Az új Omega lemez, tehát hogy nagyon jó, lesz jó, itt még gyalulás jó, idén. Kiraktuk tegnap, nagyon jó. De igen, igen, de tegnap, de mindegy, kiraktuk. De mit tudja, hogy mikor jön ki ez? Szóval az a lényeg, hogy ez annyira jó, mikor látni lehet a fejlődést a zenekarról. Igen, ráadásul ez egy olyan szintű fejlődés, amekkorát én itthon a Depresszió első két lemeze óta nem láttam. Tehát ott volt hasonlóan óriási nagy kontraszt az első két lemez között. Nem volt se a Zenefer első lemez, se a Depi konkrétan szar, de minőségben óriásit ugrottak már az abszolút vállalható és rendben lévő debüthöz képest is. Itt is ez történt, tehát a Lélekgyilkosságon olyat fejlődtek a srácok, Lacinak a dallamai, a szövegírás és prózódió terén nagyon rendben van a lemez, pedig az egyesnél ugye ezt emeltük ki gyermekbetegségként. Így van. Nagyon, ez leginkább egyébként a bónusz trekken mérhető föl, ami első lemezes dalakusztik verziója. És ott érhető, tehát igazán, főleg Lacinál mennyi, mekkora fejlődés állt be a prozódia terén, főleg. Meg hogy nincsenek már ilyen átlógó szótagok, meg mit tudom én, hanem egy-két helyen nagyon picit döccen a lemez, de azért nem egy régi M1-es. Tehát... Nyilván. Akkor én még nem voltam annyira képbe, hogy kell prozódia, meg de érződik is az első lemezen, hogy azért el voltam veszve, hogy mi történik. Igen, és hát a hangzást is azért hozzuk ide, mert ég és föld, tehát amit a Simi művelt ezzel a cuccal, tehát én mindig is imádtam azt, amit a Simi művel, mert tényleg kilométerekről egyébként meg lehet mondani, hogy mi az, amit ő kevert, és mi az, amit nem, de kurva jól szól, és az elektronikák nagyon jól szól, a gitárok gyönyörűen, tehát tényleg olyan, nagyon-nagyon szépen szólnak, igen, a gitárok, igen, tehát igen, tényleg nem, igen, tudok belekötni egyszerűen. A dob is kellően, de mennyire gumi a dob, azt mondd már el, mert ugye mondta Laci, hogy nem akartak nagyon gumis dobot, tehát nem ezt az egységes, simis dobot akarták, mennyire sikerült eltávolodni tőle?
Nem. Én nagyon-nagyon finnyás vagyok, úgymond a dobhangzása, tehát megvan a kialakult kedvencem, és hogyha, tehát ettől a vum. Igen. Ilyen pergőkkel a világból ki lehet kergetni. Itt nem akadtam föl semmi ilyesmi, pedig hogyha túltolták volna, akkor hidd el, hogy fölakadtam volna, higgyétek el ti is, hogy fölakadtam volna. Nem történt meg, úgyhogy én azt mondom, hogy még vonalon belül vannak a srácok. Hangsúlyozom az én ízlésemhez képest, ez nem lehet elég személy, szubjektív dolog. Tehát nálam vonalon belül vannak, úgyhogy valaki meg épp ezt a gumis dobhangzást szereti. Nyilván. Én hozzáteszem egyébként, hogy szerintem ez a műfaj meg is követeli azt, hogy minden hang legyen kurvára kibaszottul érthető, mert különben katyvaszba csapát, de szerintem ez itt egy pont olyan választás volt. Igen, abszolút. Hallatszódik rajta, hogy művelve van az a dob, de élő. Tehát, hogy értitek, mit akarunk mondani. Ugyanez egyébként a gitárokra is elmondható. Az effektek is kurva jók. Tehát, nekem azt tetszik, hogy a legtöbb dalban sikerült egy ilyen fő dallamvonalat megfogni, ami az egészet így kapásból felismerhetővé teszi. Igen, tehát van egy ilyen visszatérő dallam. Igen. És még az, hogy főként az első lemezhez képest visszaabszolút az elektronika. Azért azt nem mondanám, hogy visszaszorult, én azt mondanám inkább, hogy tudatosabban van használva. Lehet, hogy ezért érzem úgy, hogy visszaszorult. Igen. Interlude-ban például a Dimage-nek a hanghatásai, azok kurva jók, azt én is imádom, szeretem használni. De nagyon-nagyon ízlésesen és nagyon jól vannak használva, és hozzáadnak pluszt a dalokhoz. Nem csak úgy van, hogy ezt itt valamivel ki kell tölteni, hanem hogy így emelik az est fényét. Úgyhogy nagyon jó. Ami még nekem nagyon emelte az est fényét, az a bárányok hallgatnak idézik. Hát az egyértelmű. Az annyira megadja az alaphangot, hogy nincs kérdés, hogy itt valami jó fog következni. Tehát annyira a helyén van, ahogy megszól a... Azt hiszem a sinkó. Lehet, nem tudom, de szerintem igen, a felvétel, a bárányok hallgatnak be. Nagyon-nagyon nagy hangulatot tud csinálni, és utána meg sorjáznak a jobbnál jobb nóták, akkor a refrénnek kell bozd meg. Igen. Ott a várni fáj, ami mondjuk még éppen nem csúszik át abban a Romeo és Julia musicalben, amit a Red az idei lemezén oly párszor megejtett. Igen. Itt legalább a műkémény üvöltözés nincs a dalok végén. Hát... Igen. De igen. Itt még pont nem csúszik át mondjuk a Várni fáj ilyen musicalesen Gale-be. Utána az Életem éled, az, amit Siklósi őrsel írtak, az szerintem év magyar dala eddig. Tehát, amikor a végén belassul, az meg kijön a két lábgép, és ugyanaz a dallam, meg azt a rohadt. Igen. Nagyon nagy. Meg az egyszer majd. Szenyor hallgatát. Hát a Krisztián az bazd meg, az amihez hozzányúl, az király. És komolyan mondom, hogy tényleg nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe más olyan magyar, ilyen félcelebb muzikális ember, aki tényleg bármiből tud jót csinálni. Nem gáz. És itt mondjuk az alap is jó, tehát nem volt olyan nehéz dolga jót csinálni, de hogy a Krisztián most ezt a 2020-at eddig nagyon elkapta. Aha. Tehát az EP-jük is mindent vitt, ami ugye évelején jött ki, meg ez is baromi jó, most már a koncert is kurva jó volt évelején, tehát most már, na, Krisztián, nyugi. És a... Nem muszáj. Ja, nem muszáj, persze nem muszáj. És csak nálam meg egyébként a hiányzik lett a az lett a dal, refrén. A dal? Nem a dal, mert a dal részletek mindegyikben vannak, ami kurva jó. Értem. Sőt, igazából az egész dalok kurva jó, viszont ami a refrén nálam az a hiányzik lett, az most így, az nagyon eltalált. Én ott a szöveget elérném ki, az nagyon fasz, az nem, de így van. Így van. És hát az egy darabban van, meg tehát ott van még az egy darabban, amiben meg ugye Dulsanyi művel egy egészen jót. A gitározás része az pedig, hát nekem nagyon tetszett a zene mindig is, és ezek az új dalok meg ugye még jobban tetszenek. Ugye bizonyos dologban egy kicsit én is benne voltam alkotóként. Tök jó együtt dolgozni a srácokkal. És én... A stopom van. Igen, én még a hashtag... virgaszólót minden modern metal dalba mozgalmat, én azt így elindítanám így fű alatt, mert
Mert én nagyon-nagyon hiányolom azt, amikor baromi tehetséges gitárosok nem tudják kiélni magukat. Igen. Mert hogy megvan szabva a stílus, hogy itt te csak döngöljed a dropát, aztán majd valamit elektronikával rárakunk, jó? Nem, a faszt, gitározzál, mert azért van gitárod. Én ennek hashtag nagyon a pártján állok, úgyhogy nagyon-nagyon királyság. És hát a túl könnyű az meg az böszmeség a végén. Az böszme. Tehát az nagyon az kellett. Böszme, az nagyon kellett oda a végére. Mármint, hogy úgy a komplett lemezé, mármint nem a... Na, érted? A rendes játékidő végén, és akkor igen. A hosszabbításban meg befért az akusztik. És a 11-esek? Azok nem kellenek, mert ez kiütéses győzelem. Tehát ez 3-0, akkor... 3 pont, kész. Minden ja, megvan. Hogy a rendes játékidő hosszabbítás, nem a 2x30. Igen, kérdező, nem. De ha már... Frad is még minket láttatok. Igen. Ha már a játékidőnél tartunk, 27 perc a lemez, jól láttam, igen, kb. Igen. Végre! Tehát fél órában is el lehet ezt mondani, gyerekek, nem kell 55 perces lemezeket gyártani 13 töltelék dallal. Legyen 10 dal, de az úgy legyen oda mondva, úgy legyen megcsinálva. Komolyan, nem tudok egyszerűen nagyon belekötni. Én se, de ne is mondd, úgy egy mondatra visszakötve, úgy félek, geci, az új megadettő, mint a tűztől. 18 dal, Isten. Jézus, én ne hiszem, hogy megintette a halál szele, és el akarja mondani, amit akar, de... Na mindegy, zárójel bezárva... Itt pont az, hogy kurva jó. Tehát a De Vagy lemeze is rövid volt, de jó. De velős. És itt is igazából nincs túlhúzva, ami kell, és tényleg dalcentrikus, sokkal-sokkal, összeszedettebben fogalmaznak, összeszedettebben rakják össze a dalokat. Így van. Nagyon jó. Komolyan, srácok. Nem azért megkaptuk, nem azért, mert eljöttetek interjúzni, azért, mert jó a lemez. Úgyhogy kalapemelés tényleg. Bár mindig ilyen igazunk lenne, bazd meg, amikor azt mondjuk, hogy a kettes lemez, reméljük, hogy izé... Igen, reméljük, hogy nagyon baszni. Hát most itt a kettes lemez nagyon baszott. Ti srácok többiek, meg mondjátok el, hogy mit gondoltok erről a lemezről, mert... kíváncsi vagyok, hogy aki például másképp látja ezt az egészet, igen. Hogy az mivel tud belekötni, mert most így... teljesen pártatlan füllel is tökre elénekeltem, tökre elpogóztam rá a szobába, tehát hogy nem nagyon tudok belekötni, és tényleg érdekel valakinek az ellenvéleménye, ha van. Ha nincs, akkor meg taps. Tehát... Figyelj, nyáladzál velünk, gyere ide, vagy most feladtunk. Tehát ez a két út van. írjál, iratkozzál, harangozzál, írd meg, amit gondolsz, bátran, mint ahogy eddig, és továbbra is reméljük. Aztán legközelebb megjövünk. Megjövünk, igen. Ciao, ciao. Sziasztok. Megjövünk, mint a nyugdíj. Ez most már minden videóban benne lesz? Nem tudom, Gáci. Mert akkor megpróbálok fölkészülni rá. Ha mindenhol kitalálok valamit, ami megjön. Mind a 4-es metró. Az.